Itt vagyunk az Eucharist koncerten, és megnézzük, mi történik itt. Sziasztok, itt vagyunk a Pecsában, az Eucharist koncertre jön mindenki. Várjuk, kedvesen! Várj, hol vagyunk? Na, segíts velük! Sziasztok, itt vagyunk a Pecsában, az Eucharist koncerten. Meglészük, mi lesz itt, és mi vár ránk, és... És meg fogunk-e halni? Hol vagyunk? Itt vagyunk a Pecsában, az Eucharist koncerten, mindjárt. Neked szól ez a dal, neked írom én, neked peng ma a húr, neked hála a hangomért, hiszen tőled a szó, mi egy dalban mondható, minden mi szép, minden mi jó. Ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy a közösségben megtapasztalhatjuk azt, hogy Jézus köztünk van, Jézus jelenlétében vagyunk, és hogy nem vagyunk egyedül, tehát hogy ugyanúgy sokan gondolkodnak, mint mi. Neked hála, dicsér a cél, neked hála, dicsér a tűz, a hó és a jég, dicsérjük mind az Úr nevét. Ja, játszom a számaikat, aztán hogy ilyenkor megmutatják a nagyok, hogy kéne, aztán próbálom egy kicsit mímelni őket, de nem mindig sikerül. Be kell szerezni egy dobost. Neked szól ez a dal, neked írom én, neked peng ma a húr, neked hála a hangomért, hiszen tőled a szó, mi egy dalban mondható, minden mi szép, minden mi jó. Nagy vágyunk, hogy amíg ezt Jézus akarja, Jézus kéri tőlünk, hogy menjünk el, és amíg van ember, aki tud imádkozni így velünk, és aki szívesen énekel így velünk, addig megyünk. Hát ma az volt a jó, hogy olyan nagyon átöleltem az Istent. Neked hála, dicsérlek én, neked hála, dicsér a föld, és mind a él. Ezek a koncertek pedig ezekért, és ez legfőképpen ezért vannak, hogy hálát tudjunk adni Istennek, és meg is tudjuk ezt énekelni. Ezek mai zsoltárok. Neked hála, dicsérlek én, neked hála, dicsér a föld, és mind aki él, dicsérjük mind az Úr nevét. Valaki azt mondta, hogy teljes bizalommal imádkozni annyit jelent, mint kitárni a két kezedet, becsukni a szemedet, és azt mondani, itt van az életem, minden kincsem, terveim, vágyaim, mindenem. És oda tartom neked, Uram, és kivehetsz belőle azt, amit akarsz, és beletehetsz azt, amit te akarsz. Mi is küzdelmekben élünk, leginkább önmagunkkal, és amikor vissza tudunk adni Istennek mindent, ugye erről szólt ez a mai koncert is, akkor leszünk igazán szabadok. Neked szól ez a dal, ajkam zsoltár zeng felét, neked hála a világon mindenért, tudom tőled a szó, mi egy dalban mondható, minden mi szép, minden mi jó. Az tőled való. A legközelebbi nagy koncertünk az pedig november 16. Vác.